Sziasztok, Beatty vagyok, és üdvözlök mindenkit egy újabb YouTube videóban. Ez szerintem egy nagyon fontos videó lesz, mivel azt a kérdést megválaszolom, amit mindenhol megkapok, napi 150-szer megválaszolom Twitch-en, ha nem többször, valószínűleg többször. Kivel trédeljek? Kivel a legjobb trédelni? Van 20k mit csináljak? Van 10k mit csináljak? 500k mit csináljak? Kivel trédeljek? Mondd már meg, kivel trédeljek? Jó? Szedjük el több részt. Megnézzük az alacsony büdzsét, közepes büdzsét, meg mondjuk ami az enyém, ami már mondhatni magas büdzsének néz ki jelenleg, igen. Amit tudsz csinálni, kezdjük az alacsony büdzsével. Négy dolog, amit csinálhatsz. Alacsony értékű kártyáknak a campstar forgatása. Ez az egyik. Nézzük meg példának egy Mertens-t. Például Mertens jelenleg 2200 coin-nél viszik a sima Mertens-t. Akár a 2000 sniper-t a sima Mertens-t is. Nézzük meg, hogy Hunterre mennyibe megy. Hunterre, legolcsóbb Mertens nincsen. Nézzük coin-nél se. 4500. Na, hogyha. És általában az emberek fölrakják a legolcsóbbnál, és akkor semmi más nem csinálsz, csak sniperod, vagy itt konzolon, vagy webappen, amelyik kényelmesebb neked. És hogyha följön 2000 coin körül, akkor egyben egy Mertens-en megkerestél 2100, nem hoztuk el. Ez, amit tudsz csinálni folyamatosan, és rengeteg ilyen kártya van, akivel lehet ilyen, ugyanez például egy, mondjuk egy védőt is mutassak, egy Diego Carlos Shadow-val. Alapból 3200 coin körül van, viszont az alapára, az tök közel van az ilyen Hopont itt van egy Shadow, most licitán is akár, még ezt is elhozhatjuk egész jó áron, 2500, még azért is megéri. De gondolom értitek a lényeget, most nem akarok sokat itt ülni, nem akarom húzni az időtöket. Ez az egyik, amit tudtok csinálni az alacsony büdzsén. A másik az Advanced SBC kártyának a forgatása, amit meg hogy azonosíts, hogy ki az, akiket jól el lehet hozni, folyamatosan licitálni és eladni, ha semmi más nem csinálsz, Footbin Players, beállítod, hogy Gold Nolder, és igazából listázod a maxál szerint, és látni fogod, hogy kik azok, akik folyamatosan kellenek az Advanced SBC-be, mint egy Zsinyák, egy Luis Araujo, Tauvin, Godfrey még azért, mert úgy, hogy meta, de ezek a Castro, ezeket mind azért veszik, mert kellenek az Advanced SBC-be, és tök szépen akár rájátszhatsz az ingázásukra, de mindig, amikor jönnek pekkek, bevásárolsz belőlük, és igazából tök szépen vissza, például tenepi squad betű revadnál, Zsinyák beesett 3000 coinra, valószínűleg elhozhatott a Snipe-on licitán 2500 körül, felment a nap végére 4000-re. PS-en kicsit kisebb változás volt, itt is 2000 körül elhoztad, napközben simán volt 2003-2004 körül, ma már 2700. Te folyamatosan is forgathatod őket, snipe-olod őket, elhozod, ellicitálsz rájuk, stb. Stb. És akkor még ugye vannak a jó öreg snipe filterek, néhány van, amit ajánlok, Gold Rare, Shadow, csak simán, és ugye földobja az összes kártyát, ami Shadow-val van, 1700-ért mindéket meg elviszik, 1800-ért is, 1600 alatt, hogyha ráülsz, nyilván ez kicsit grindolós, ugyanezt tudod csinálni Hunterre, van még az Ajax fiúk, az még mindig működik, Eredivisie, egy Brazil Gold, igen, ja és Ajax nyilván, és ugye ezzel ne lesd meg az Anthony-tól snipe-olni, szerintem még, igen, még mindig jó értékük van, 2600 a legolcsóbb neres, gondolom Anthony is kb. Ennyiért van. Igen, összes mindegyik neres és Anthony is 2800 körül van. És elviszik őket, akkor 2500-2400 liciten is, vagy snipe-olva is mind a kettőt meg tudod venni egyből. Úgyhogy low budgeten ezzel építeném fel lassan a coinomat, illetve amikor promó van, vagy bármi jön egy marquee matchup, vagy mondjuk tegnap voltak megapekkek, amiket az emberek vehettek, rengeteg gold kártya följön a piacra, és bármilyen foddal rá tudsz nézni, mint mondjuk egy de tényleg bármilyen gold, de mondjuk keresőjött, aki SBC kártya, szóval most nagyon nem figyelik őket, mondjuk egy Busquets, aki alapból 5500 coin, kb. 5400-3000 instant eladod, és amikor folyamatosan jönnek ilyen 20%-kal olcsóbban, tök könnyedén elhozod őket licitáláson, szóval mondjuk itt ránézünk, most mondjuk pont nem lesz, hogy de nyilván amikor rengeteget nyitnak, akkor csomó lehetőség lesz licitálni, itt is van már egy, és egyszerűen annyi jön, hogy lesz ilyen, amit nem fognak egyszerűen tudni figyelni az emberek, és elhozom mondjuk ilyen 1000 coinért egy Busquetset, egyből 4000-et keresel rajta. Úgyhogy alacsony büdzsékre ezeket ajánlom. Közepes büdzsére meg semmi más nem ajánlok, mint a campstar forgatás, amit itt is látsz, hogy jó pár kártyával csináltam, és mindjárt átvágjuk, meg csinálom is, mindjárt átvágjuk, hogy kivel csinálhatod. És a magasabb büdzsé az annyi, hogy én úgy csinálom, hogy a zsetonomnak a 70%-ával szinte csak ikont trédelek, ahogy látod itt is volt néhány eladásunk, például ezt a Daglist 1.090.000-be vettem, ezen kerestem 50.000-et, ezt a Kix-et 200-be, ezen kerestem egy 11.200-et, ezt a Figot 4.95-be azt hiszem, ezen csak egy
15-20-at kerestem. Igazából az Icon Tradet, amivel fog jönni ki a héten videó, majd a hét vége fele, és ezt mixeled a Camstar forgatásra, de a Camstar és Position Trade még mindig az egyik legjobb módszere annak, hogy folyamatosan zsetont keresse, annyi, hogy este hét előtt mindig add el, és hogyha jön egy máki meccsap, vagy valami, amikor érkez, ténylegesen nyitnak packet az emberek, akkor nagyon pörög. Tényleg este hét után, hogyha jön content, akkor nagyon jól lehet velük zsetont keresni. Hogyha biztonságos akarsz lenni, akkor az első egy órában nagyon ne vásárolj, mert akkor még lehet, hogy sokat nyitják a kártyákat, és lejjebb megy az értékük. És emiatt a Camstar forgatásnál rengetegszer megkérdezitek, kivel lehet csinálni, úgyhogy ez a videónak a vége innentől arról fog szólni, végignézzük. 2000-től 50 000-ig az összes játékost, akivel szerintem lehet Camstar forgatni, és ezután mindig ezt fogom mondani, hogy nézd meg ezt a videót. Na szóval, Lodival lehet, mivel Shadow Trade lehet, és ott a talán Hunterre szerintem mehet, Manolas Shadow Trade mehet, Fred az Position Trade meg mindenképp mehet, mert ez tökéletes, Sabitzer is mehet, Monty ellen a Shadow Trade mehet, sorol az annyira nem, Korra azt hiszem nagyon jól mehet, még a Positrade-del is, Gerson Martins Hunterre simán, Lucas Hunterre tök jól mehet a trade, Tomodi Shadow-val jó lehet, Rafinha tökéletes, akár még egy, hát ne lesz Anthony is akár, de őket inkább csak simán sniperolnám, Carrasco tökéletes, Zaha mehet, akár még Shaw-val is egy Shadow Trade, azt meg kell, le kell ellenőrizned. Romero Shadow Trade tökéletes, Lautaro az jó, St. Juste tökéletes, Bailey úgy, ahogy, de annyi nem, Martial Positive Trade mindenhogyan, Hazard egy jó, Roussillon Shadow Trade, Hazard Hunter Trade, Carvel Shadow Trade, Royce-t azt én annyira nem meta, a Fekir is tökéletes pozitétre is, meg Hunter trade-re is, NDD és Shadow trade-re teljesen jó, Grill is Hunter-re nagyon jót megy, alapban ugyanez Shadow-val, Sunny Hunter-re tökéletes, Zakaria mindenhogyan jó, Pozi meg Camstar trade is, Havertz-nél úgy dettó, Jesus-nál is dettó, Position meg Camstar is tök jól megy nála, Klosterman az Shadow trade nyilván, Kéz az Hunter szélső, Timariát azt annyira nem nyomnám, Rüdiger Shadow Trade tökéletes, Vini az Position és Shadow Trade is jó. Zsordiában szerintem Shadow plusz Ankor is, mivel alacsony a fizikája, szerintem azzal is drágában viszik. Firmino ugyanúgy mindenre jó. Depay is jó, Renato. Én nem tudom, már csak mondom neveket. Saint-Maximin, Ellen, Mahrez, Spinazzola, Vinicius, Barella, Suárez nem, Papu Gomez, Emre Can, Wardi, Cuadrado, Mbappé, Koundé, Griezmann úgy, ahogy. Ezt meg kell nézed, mennyire veszik. Ramos, Detto, Netszes, inkább hanyagolnám őket, Skriniar, ő is jó. Kessié, Foden, Insigne, Bernardo Silva, Valverde, Pomecano, Ben Yedder, Joe Gomez, Militao, Koulibaly, Lacroix, Dybala, Sancho, Werner, Cancelo, Kimpembe, Aubameyang, Robertson, Coman. Coman annyira nem, Shadow-ban még úgy, hogy Hunter-re akkora különbség nincsen. Lukaku és Teo Hernández, jó. Várj, még van egy oldalka. Davis, ott annyira nincsen olyan, ami annyira vinni. Úgyhogy végignéztük, megmutattam kb. Hát nem tudom mennyit mutathattam meg, szerintem biztos, hogy mondtam, hogy 50-60 játékost, akivel lehet csinálni, rengeteg opció van, valószínűleg még van is, akit nem mondtam el teljesen. Úgyhogy lényegében ennyi, akikkel kivel trédelj. Ikonoknál meg igazából minden ikonnal lehet trédelni, hogyha kezded az elején, akkor azt ajánlom, hogy csak a középpályás és támadókkal kezdjél, mert azokat gyorsabban viszik. Nekem ez a személyes tapasztalatom velük, ahogy sokat trédeltem őket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, lájkold és iratkozz fel, és találkozunk a következőben. Sziasztok!